nagyon Isten, jó napot köszöntöm a tízes társaságot. Egy történetet szeretnék bemutatni, ami itt esett meg a Mecsek-hegységet gyönyörű völgyében, az Egredi völgyben. Akkoriban nem volt ritkaság a török az utakon. De azt gondolja bárki, hogy ez most történt ezen a nyáron, hát csalódnia kell. Hol van már az a nyár, hol vannak azok az emberek, akik ebben a történetben elénk jönnek, mozognak, beszélnek, hol? Hát bizony, por az mind. Úgyhogy tegyük félre az idei naptárat, és gondolatban vegyük elő az 1533. évi kalendáriumot. Annak az évnek a májusában élünk mi most, és vagy János király az urunk, vagy első Ferdinánd, osztrák császár, vagy a török. Az a falucska, ahonnan ez a két gyermek való, itt fekszik a völgyben valahol. Hát valami 30 vályogház, meg egy nagy kőház mindösszesen. A falucskát erdei fák lombozzák körül, és az ott élők úgy gondolják, hogy a török sose talál oda. Hát, hogy is találna? Az út meredek, szekérnyom, nincs, torony sincs. Gergő, hol vagy Gergő? Gyere elő! Én vagyok a nagy török, kaszab, aki lekaszab. Jól van, Vicuska, csak vicceltem. Nem volt vicces, különben is édesapám megmondta, hogy ide török nem jöhet. Ha meg mégis jönne, jól elbánnának vele. Fújjunk el, török jön. Hol vagy, fiúcska? Gyere elő, kis pajtás! Ne félj, nem bántalak! Fügét adok, csak gyere elő! Nem jössz? Ha nem jössz, elviszem a kosaradat! Bácsi, török bácsi, a kosár miért? Gyere hát, ha a tiétek! Gyere, gyere! Gyere, nem bántanak! Gyere! Megvagy! Valami ütöska! Hallgass! Gyere, gyere elő! Nem bántanak! Gyere, gyere! Itt a kosaratok, gyere! Hallgass, hogy fattyú! Te is meg kétfelé hasítalak! Gyerünk fel a lábad! Tehát így esett, hogy a vad jumurdzsák, mert így úgy hívták ezt a félszemű törököt, elrabolt a két kisgyereket. És nagyon boldog vala, mert a gyerek abban az időben kelendőbb volt a lónál. A konstantinápolyi rabvásáron háromszor annyit adtak érte. De azt meg tudja-e mondani valaki, hogy hogy hívták ezt a két kisgyereket? Mondják. Vicuska és Gergő. Úgy van, Vicuska és Gergő. Bornemissza Gergő és Cecei Éva volt a becsületes nevük. És azt tudjátok-e, hogy mi történt velük? Mi lett a sorsuk? Megszöktek, így van, nagyon ügyesek voltak, Gergő ügyességének és a szerencsének köszönhetően megszöktek a gazdjumúdzsáktól. Utána felnőttek, a szerelem őket sem került el, megszerették egymást, összeházasodtak, még kisgyermekük is született. Aztán elkerültek erről a vidékről, meg sem álltak Egerváráig. Bornemissza Gergely és Cecei Éva is részt vett a vár védelmében. 1552-ben a török szultán 80 ezer katonája ostromolta a várat, és a 2000 fős védősereg 5 héten keresztül dicsőséggel megvédte a várat. Na, de ez egy másik történet. Két dolog azonban bizonyos. Bornemissza Gergely és Cecei Éva neve a magyar történelem egén ott csillog az egri csillagok között, és az is biztos, hogy Gergő és Vicuska története itt kezdődött ebben a völgyben.
tudjátok-e, erdőben a vadállatokon kívül kik laknak még? Valók tűnnek is valamiak. Aki ügyes, az megfordul és látja a kiírásokat. Vanunk, tündérek és haramiák vannak az erdőben, az lesz a feladatotok, hogy megkeressétek őket. Az úton vannak kitéve jelek, amik mint a turista jelek vezetnek titeket a haramiákhoz, a manókhoz és a tündérekhez. És aki ügyes, aranyakat nyerhet, és ezek az aranyak beválthatók a kincses házban, nagyon értékes jutalmakra. Az értéket nem pénzbe kell mérni, vagy nézni, hanem édességben kell. Tehát minél több aranyat gyűjtötök, annál édesebb lesz a remény és a jutalom. Mozdulj már! Gyere már segíteni! Nem érted? Gyere már segíteni! Egyedül nem tudok pakolni! De most nem érek rá! Bezzeg, amikor a hasadat kell megtölteni! Akkor első vagy a sorban! Miről beszélsz? Múltkori szörpöz is én szedtem az összes áfonyát! Persze! Az én kosaramból! Mi a való? Mi van vele? Éhes vagyok! Te mindig éhes vagy! De most vészhelyzet van! Akkor szedj magadnak! Mindig veszekedtek ahelyett, hogy olvasnátok. Ha többet olvasnátok, tudnátok, hogy aki állandóan eszik, akkora lesz, mint egy barna medve, és meg se fog tudni mozdulni. Igen? Ha ilyen okos vagy, azt mondd meg, hogy ezek kik, és mit keresnek Manó falván. Hát... Hát azt nem tudom. Hát tessék. De ha már itt vagytok, segítenetek kell nekünk megoldani néhány feladatot, hogy a bizalmunkba férkőzzetek. Az előző viharban összekeveredtek a növényeknek a képei, és segítenetek kéne eldönteni, hogy milyen növényről van szó. Gesztenye! Gesztenye! Ezt a feladatot remekül álltátok, köszönjük szépen a segítséget! Következő feladatnál megkapjátok a manók ABC-jét, illetve az emberi ABC-t. Annyit kell tudni, hogy a manók visszafelé írnak. A lényeg az, hogy le kell fordítanotok ezt az írást, jó? Húzz össze a megadott élelmiszerekből a falubelieknek egy finom fogást. Szépek és ügyesek voltak, ezért mindenki lehet egyet, hogy találhatok. Tőletek valami olyat kérni, próbáljunk meg együtt egy történetet mesélni. Összekapcsolódnak a meseszemek akár a lánc, így szabadul meg közelékétől a szép tündérlány. Ó, mi szép tündérlányok! Mire vártok így szomorúan? Csak nem arra, hogy kiszabadítsunk titeket. Hát arra várhattok, de kiszabadításotok jeléül csókot kérünk cserébe. Orcánkra is megfelel, csak szívből jöjjön. Arra kérünk titeket, és cserébe szabad lesz a kezetek. Kiszabadulok. De mind a két tündér barátnőmnek kell még valamit csinálnatok, hogy ők is ki tudjanak szabadulni. Képes repülni, alakot váltani. A mesékben rendszerint fiatal, hosszúhajú, általában fehér ruhás, gyönyörű nő. Mi az? Tündér. A tündérek legkedveltebb csillogó, vékony ruhája ebből készül. Valami pókfonál? Így van. Hittem a megoldást mutassátok meg. Már megvan. Tündérnek, és akkor ő leellenőrzi, hogy jó-e, és szerintem akkor kiszabadulunk. De mi tökéletesek vagyunk, biztosan. Hát köszönöm, hogy kiszabadítottatok engem is. Nosza rajta, fogjatok hát össze. Egy tündér se legyen többé fához kötve.
találjátok ki, mi az a tréfa, amitől külig érjenek mindig a csöppis szája. Most nézzek most, hogy mindenki látja! Akkor kiszedtek? Jól van, azért mosolyogtam, meg levettem is, ügyesek voltatok, de még vannak feladatok. Végeztetek, nagyon ügyesek voltatok, jutalmul aranycsillagokat kaptok. Vendégeink vannak. Mit kerestek erre felé, egyórúak? Csak nem a haramia képzőbe jöttetek. Némány jelentkező van, nem lesz szám mindenkiből haramia. Először meg kell felelnetek a haramiák vezére által előírt, heteti itt országban elfogadott, sőt még az Európai Unió által is jóváír. 5 pontos erőpróbákon. Na de először egy kis elmélet. Mert ugye a haramia nem csak az erejével vetekszik, eszével is kitűnik más barbár népek közül. Na egyórúak. Képzeljétek, ezen a vidéken nem messze, innen az Egredi úttól áll egy nagy cikladönd, amit egykor barrakűnek hívtak. A barrakű belsejében egykor a legenda szerint szellemek tanyáztak. A szellemek egész álló éjszaka dolgoztak. Aranyat kalapáltak, behallatszott még a faluba is kalapálásuk. Más mondák szerint a pécsi 6-os betyár is tanyázott a kő belsejében. Később más betyárok, vagy más néven a haramiák laktak benne. Még most is itt van a haramiák titkos tanyája, itt együtt. És itt képezzük a jelölteket. A legjobbakat pedig bevesztük magunk között. Ebbe a haramia képzőbe csöppentetek most, gyerekek. Aki ilyen szavak hallatán a gatyájába tojikázott, az vegye a sátorfáját. Akinek viszont tiszta maradt a nadrágja, az jól figyeljen, hisz bemutatom minden haramiák legjobbjai, legharamiább haramiákat, e képzőmestereit, akik titeket okítani fognak. Ő pedig Szíder haramia. Nóti Pátót. Ózli. Csaták haramia. Volt? Igen. Zilo. Zilo haramia, és jó magam pedig. Brion. Jöhetnek a próbák? Az első erőpróba, a felállított betyárokat kell különböző távolságból, különböző erővel eltalálni. Oké, vége. Hey, Eddie! Baby Spinner! Yeah, yeah. És így ő lett a nyertes. Ki akarja kipróbálni? Mindenki. Csak bátran. Gyerekek, bemutatom Tóldi járkálsz helyben. És akkor meg... Melyikére kitámasztja magad? És már is megvan a biztonságod. És fogod magad is elindulsz. Kész, ennyi.
Ez régen miből készült az ideg? Magyarok miből? Belegből. Belegből, inakból. Így van. Akkor ez egy merev szarvú magyar íg, ami azt jelenti, hogy három részből áll. Van az ideg, vannak a merev szarvak, illetve vannak az íjkarok. A merev szarvak azok arra szolgálnak, hogy gyorsítják az íjnak, az íj vesszőnek a sebességét, az energiát a karok adják, és az ideg az, ami elsüti az egészet. Erősebben ment volna, ez elviszi a lufit. Nehéz ezzel, mert megszoktam a sajátomat. Első! Nagyon jó! Egészen a füledig próbáld meg kihúzni. Azaz! Te fogod eltalálni. Láttam a cirkát! Akkor te is voltam a cirkát! Ez nagyon jó volt. Majd. Az első feladat van, két vonaltól erre a kis raklapra, annak a kötélnek a segítségével át kell lendülni. Van benne egy nehézség, mert itt, ahol én most állok, itt a zavar alatt van mindenféle rustaférek. Tehát egy krokodil, piránya, ennek a kettőnek a házasságából született csúnya egyedek. Tehát itt, ahol én állok, de nem kéne lépni. Fekete pákó is. Csak ide erre a szigetre. Szerintem nagyon-nagyon fáradtak lesztek, mire hazaértek, és abban is biztos vagyok, hogy este senkit nem kell ringatni. Én szeretném megköszönni, hogy eljöttetek ma, és hogy sikerült valóra váltanotok azt, amit mi álmodtunk erről a mai napról. Mi álmodtunk valamit, elképzeltük ezt a napot, de nélkületek nem tudtuk volna sikerre vinni. Tegye fel a kezét, aki jól érezte magát. Ez nagyon-nagyon jó. Ez nagyon-nagyon jó. Remélem, hogy tényleg így van, hiszen miért is mondanátok, hogyha nem. Szeretném megköszönni minden segítőnknek, közreműködőnknek, szereplőnknek, a jelenetek, a játékok, a csapatverseny állomásainak, a vezetőinek,
gyerekeknek és felnőtteknek és fiataloknak is. Köszönöm a pedagógus kollégáknak, hogy elkísértek benneteket, és még legkevesebb két alkalommal ugyanezeknek az iskoláknak a csapataival találkozni fogunk még két következő témanapon. Nem biztos, hogy pont veletek, lehet, hogy majd más gyerekekkel, de minden esetre az iskolátokat szeretettel várjuk a következő témanapokon is. És akkor most a mai játék eredményét szeretném ismertetni. Szándékosan nem azt mondtam, hogy verseny, nem gondoljuk, hogy ez verseny lett volna. Ezt egy hallatlanul érdekes játéknak szántuk. Remélem, hogy ti is így értékelitek a napot is, és az eredményt is, hogy nem egy versenyeredmény. Nincs győztes, és nincsenek vesztesek, csak nyertesek vannak. Ezért szeretnénk mindenkinek megköszönni személy szerint, hogy itt volt, és egy szép nagy ajándékcsomagot állítottunk össze minden csapat számára. Remélem, hogy mindenkinek jut belőle valami olyasmi, amit nagyon szeret. Gratulálok minden csapatnak, köszönöm szépen, hogy eljöttetek, a kollégáim nevében is, és a fiatalok nevében is, akik segítettek bennünket. És akkor hátulról kezdenénk. 89 ponttal a kendermagos török szabdalóknak szeretném ezt a gyönyörű csomagot átnyújtani. A csapatkapitány, kérem szépen, gratulálunk, férfi a zerék küzdelem volt, ügyesek voltatok, és ahogy hallani fogjátok, alig van pontszám különbség, 2-3 pontokon múlt, akkor, amikor 90-100 pontokról beszélünk, az nagyon-nagyon picike különbség. És hát azt láttuk, hallottuk, hogy nagyon ügyesek voltatok tényleg. 91 ponttal, tehát csak 2 pont a különbség, a második helyezett lett a Szászvári Vitézek csapata. A csapatkapitányunk van. Ügyetek, fogyasszátok el egészséggel, és valaki szabadítsa meg a súlyos tehertől ezt a kicsi lány. És akkor a legmagasabb pontszámot kereken 100 pontot sikerült elérnie a Pomlói Csillagok, a Kodály iskola csapatának. Gratulálok!